Sok szeretettel köszöntöm a Paletta Kulturális Magazin valamennyi nézőit. Adásaink között időről időre igyekszünk kitekintést tenni egy-egy városrészben működő kulturális közművelődési intézménybe vagy egy könyvtárba ellátogatni, hiszen számos izgalmas programmal készülnek ezekben az intézményekben az érdeklődőknek, gyerekeknek, felnőtteknek és az ott élőknek természetesen. A mai adásunkban is így fogunk tenni. Üdvözlöm a stúdiónkban az Arany Bula Könyvtár Alapítvány kuratóriumi elnökét, Fülöp Lászlónét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Valamint a könyvtár igazgatóját, Csiszerné Áler Mónikát. Köszönöm, hogy itt van. Az elmúlt időszakban mondhatjuk azt, hogy egy kicsit felpesdült az élet a könyvtárba, hogyha legalább jól látjuk minden. Igen, hát a tavalyi év elején kibővültünk egy gyerekrészleggel, egy közel 120 négyzetméteres gyerekrészleggel, és hát ennek eredményeképpen nagyon sok gyerekcsoport látogat el hozzánk, hiszen igyekeztünk ezt a kis barátságos részt berendezni a gyerekeknek, hogy színes és vidám legyen, és ezt megtölteni programokkal. Hogyan tudja ezt a munkát segíteni az alapítvány? Hát maga az alapítvány működteti ezt az intézményt, tehát az alapítványt azért hoztuk létre annak idején, hát közel 20 éve, hogy működtesse ezt a könyvtárat, és hát természetesen a kuratórium is nagy segítséget ad mindenben a könyvtárnak, tehát a pályázatok megírásába is segítséget nyújt, amiben működtetni tudjuk az alapítványt. Ez ma már mondjuk elengedhetetlen is, nem a közművelődési kulturális intézmények, vagy ilyen területen mozgó intézmények tekintetében egyfajta ilyen menedzser szemlélet legyen. Igen, hát nagyon fontos az, hogy több lábon álljunk, és mivel mi civil szervezet is vagyunk, ezért ugye nem csak az úgymond normál pályázatokon indulhatunk, hanem azokon is, ahol civil szervezeteknek is megengedett ez a lehetőség. Egy-egy klubház, egy-egy könyvtár mindig egy városrésznek valahol a kicsit így a mozgatója is. Ezt gondolom, hogy az Arany Bula könyvtár esetében is így van. Hát ha a közösségekre gondolsz, akkor valóban így van, hiszen nekünk is vannak közösségeink, bár ugye a mi területünkön ott van a Köfény Művelődési Ház, de azért igyekszünk mi is gyerekeknek, felnőtteknek olyan csoportot, ahol ugye mindenki megtalálja az érdeklődésének való programot, rendezvényt. Igen, tehát a rendezvényt említetted, akkor szokott lenni számos kiállítás, író-olvasó találkozó, különböző foglalkozások, ez mind-mind helyet szokott kapni korábban is, és hát nyilván most is a könyvtárban. Igen, hát a tavalyi évben elég színes volt a paletta, mondhatom úgy, mert hát 48 rendezvényt tartottunk, és bizony, ahogy említettem, a gyerekrészlegnek köszönhetően ebből 33 gyerekrendezvényünk volt, ahol közel 1600 kisgyereket láttunk vendégül. Ez a városrész óvodásait, iskolásait jelenti, vagy az ott élő családokat is? Hát nagyon szerencsésnek mondhattuk ilyen szempontból magunkat, hiszen ugye iskola is van a környéken, óvoda is van a környéken. Egyrészt megcélozzuk az ottani gyerekeket, illetve hát nyilván természetesen a két lakótelepen lakókat is. A kuratóriumnak mi a tapasztalata? Milyen jellegű programok iránt érdeklődnek, vagy érkeznek-e önökhöz is akár például igények, amik aztán utána összegyúrva együtt készülnek el? Hát természetesen érkeznek az olvasóink részéről, hiszen előfordult, hogy valamit szeretnének ők is megnézni, akár egy kiállítást, vagy akár valamelyik olvasónk jelentkezik, hogy tulajdonképpen ő neki van valamilyen gyűjteménye, és szívesen bemutatna a könyvtárba, ilyen is előfordult. Akkor vannak olyan rendezvényeink esetlegesen, amikor tulajdonképpen hát a gyerekeknek is olyan felvetései vannak, hogy milyen foglalkozásokat szeretnének, és hát tulajdonképpen mi is azért is kapcsolódtunk bele, hogy csinálunk a gyerekek részre egy bütyköldét, mert hiszen láttuk, hogy a gyerekek, amikor jönnek a könyvtárba, akkor szeretnek mindig valamit csinálni, tehát mindig kikészítünk papírokat, szeruzákat, és hát rájöttünk, hogy valamire szükségük van, és akkor azóta, most már több mint egy éve működik, ugye Mónika? Igen. Minden hónapban bütykölde, és akkor jönnek a gyerekek, és valamilyen kis alkotást csinálnak. Hát mai délután is fél ötkor várjuk nagy szeretettel a gyerekeket, akik a környéken laknak, azok jönnek általában. Inkább, de a városból is érkeznek gyerekek már.
És mi a legnépszerűbb dolog itt a Bütyköldében? Ez mindig hozzáigazodik a gyerekek igényeihez, vagy vannak visszatérő alkotó kis csapatok, közösségek, vagy hogy alakul, hogy éppen mi készül? Hát ugye meghirdetjük magát a programot, a rendezvényt, és van ennek a csoportnak egy vezetője, aki nagyon kreatív hölgy, és ő találja ki, hogy mi is készüljön azon az adott alkalmon. Például ma filchuszárt fognak készíteni a közelgő nemzeti ünnepre. Mindig lehet aktualitásokat találni. Egy kicsit visszatérnék a felújításhoz. Mennyiben változtatta ez meg az intézmény életét? Hát úgy érezzük, hogy... Kicsit átalakította, gondolom. Igen, tehát hozzá kellett igazodnunk most ugye a gyerekekhez főként, de természetesen ugyanúgy továbbra is a felnőtt lakosságot is kiszolgáljuk, és ugyanúgy azzal a szeretettel, családias, olvasó, barát hangulattal várjuk a felnőtteket is, mint ahogy a gyerekeket, de igazodtunk annyiban hozzá, hogy könyvtári foglalkozásokat, olvasást népszerűsítő foglalkozásokat tartunk. Most már nagy számban mondhatom. Az olvasás népszerűsítés, mennyire népszerű ma a gyerekek körében a könyv? Szeretnek-e olvasni, és mit tud tenni egy jó könyvtár vezető, illetve szakember ezért? Hát az olvasás szeretete az azt hiszem, hogy otthonról indul, mert hogyha valaki ugye otthonról nem kapja meg azt az indítatást, nem látja azt, hogy anya, apa olvas, vagy nem olvasnak neki otthon, akkor bizony a pedagógusok, meg mi könyvtárosok is nagyon keveset tehetünk ennek az ügynek az érdekében. De hogyha ez megvan, és megvan a háttértámogatás, akkor bizony, hogy a gyerekek odafordulnak a könyvek felé, és ez főleg az általános iskolás korosztályra jellemző, az alsó tagozatosokra főként. Aztán van egy időszak, amikor úgy érezzük, és ez országos tendencia, hogy elveszítjük őket. De azért megpróbáljuk ezt a korosztályt is visszahozni, úgymond becsalogatni újból a könyvtárba. Elnök asszony is nagyon-nagyon helyeslően bólogatott. Igen, nekem több unokám is van, és a legnagyobb unokám már 10 éves, és hála Istennek nagyon-nagyon szeret olvasni. Úgyhogy, de hát ő is valószínűleg látta ezt a példát, szülei is, mi is olvasunk, rengeteget olvastunk mesekönyvet, hát nem utolsó sorban, meg úgy kezdődött az élete, hogy mindig a könyvtárba jött hozzánk. Ez egy szerencsés dolog akkor, hogyha a könyvtárba tudott menni mindig a mamához, de mondjuk nálunk például az én kisfiam nem is tud esti mese nélkül aludni, pedig már ma 7 éves elmúlt, és ő ki is követeli magának a mesét. Én azt gondolom, hogy azért ez is számít. Nagyon nyilván. Fontos. Nagyon fontos. Fontos. Az egyik legfontosabb dolog, hiszen itt a szókincs, a nyelvtani dolgoknak az elsajátításába ez szinte az indítást adja meg a gyerekeknek. Mi a tapasztalat egyébként, hogy vannak ilyen divatos szerzők, vagy igazándiból, aki már olvas, akkor annak örülünk, hogy akkor ő neki legalább könyv került a kezébe, a közelébe, és megvan egyfajta nyitottság, vagy azért formálódik folyamatosan a kis ízlésük a gyerekeknek, vagy akár a felnőtteknek? Igen, hát ez úgy tapasztalható, hogy mindig vannak divatos szerzők, de lehet ezt alakítani is, és ebbe nagyon nagy segítség ugye a kiadóktól kapott ajánlók számunkra is, illetve hát a szülők számára is, hogy mit is lehet annak a korosztálynak a kezébe adni. Vannak ilyen örök zöldek? Most azért vannak. Igen, például Berg Juditnak a Ruminia, az biztos, Lipták Ildikónak a könyve, a Nyári nyomozás, aztán Kertész Erzsinek a könyvei, tehát mindig vannak aktuális szerzők, amik örök slágerek, és hát természetesen a Harry Potter is, még mindig. Én mondjuk egyébként Harry Potter párti vagyok, mert azt gondolom, hogy ha ezzel is sikerül megszólítani a gyerekeket, akkor hurrá, hát végül is a kezébe került egy könyv, és a fantáziája szabadon szárnyalhat, de lehet, hogy rosszul gondolom, vagy rosszul látom. Nem, ez így van. Ez így nagyon jól látod, mert tulajdonképpen nagyon fontos egy gyerek életében, igazából akkor válik olvasóvá, hogyha találkozik egy olyan könyvvel, ami őt megtalálja. Tehát igazából nagyon sokszor előfordul, hogy gyerekek nem szeretnek olvasni, nehezen megy az olvasás, és egyszer véletlenül a kezébe akad egy olyan könyv, vagy a könyvtárosnak szerencsére olyat tud a kezébe adni, amit megszólítja egy kicsit, akkor utána igazából akkor válik olvasóvá egy gyerek, amikor ez a találkozás megtörtént.
Ugye vannak a lelkes alsótagozatosok, akik szerencsére akkor szeretnek olvasni, és gyakran látogatják a könyvtárat, és akkor kiskamaszkorban van egy ilyen kis lappangó elveszítős időszak? Igen, igen, sajnos ez, mint említettem, országos tendencia, hogy ez a kiskamaszkori nem olvasom, és inkább ezeket az elektronikus kütyüket nyomkodják. Igen, tehát ez a két új metódus az nagyon előjön, és... Hát itt kell nekünk, könyvtárosoknak igazán bekapcsolódni, hogy hogy tudjuk őket bevonni ismét, vagy megszólítani ismét úgy, hogy jöjjenek a könyvtárba, és használják a könyvtárat. De aztán egyetemistaként meg muszáj mennék a könyvtárba, és akkor újra talán rászoknak erre, nem? Igen, igen, igen. Ez azért megfigyelhető. Milyen jellegű programokkal készültök az elkövetkező időszakra? Ugye említettétek a Bütyköldét, ahol most majd a nemzeti ünnepre lesz egy kis ráhangolás, és mi az, ami még várja majd az ide látogató gyerekeket, vagy akár családokat? Van minden hónapban egy Lélekhíd nevű önismereti klubunk. Ők is rendszeresen összejönnek minden hónap harmadik szerdáján, és hát különböző érdekes, aktuális témákat vetnek fel, gyerekneveléssel kapcsolatosan, Bach-virág terápiánál, tehát ők is mindig meghatározzák azt, hogy mi érdekli őket, ahhoz akár a csoportnak a vezetője, vagy pedig hívnak külső előadót. Aztán ami most következik, március 26-án, 17 órakor lesz egy kiállításunk, Varga Mária Magdolna, ő egy kézműves hölgy, az ő kiállítása lesz látható, szőtteseket, nemesztárgyakat, illetve bőrtárgyakat hoz a kiállításra. Aztán március 26-án ismét egy kiállításra várjuk majd az olvasókat, látogatókat, akkor pedig Csuporné Angyal Zsuzsa népi iparművész fazekasnak lesz a kiállítása, és hát ha egy kicsit előre szaladunk az időbe, akkor április 9-én pedig Gerendás Péter jön hozzánk a magyar költők megzenésített verseivel a költészet napja tiszteletére. Tehát akkor folyamatosan mondhatjuk azt, hogy egy igazán eseményteli tavasz vár majd az érdeklődőkre. Így van. Emellett egyébként meg vannak a szokásos kis könyvtári foglalkozások is a különböző iskolás korosztálynak. Például ugye nemrégiben a híradós tábunk is járt egy ilyen eseményen. Így van, és tegnap is könyvtári foglalkozást tartottam a negyedik osztályosoknak, hát az entaisoknak. Ezek azért irányított foglalkozások, mindig megvan az adott téma, hogy miből készülünk, illetve mi a pedagógus igénye. Azt mondjuk láttuk egyébként ott, amikor kint voltunk ezen a forgatáson, hogy nagyon lelkesek voltak a gyerekek, meg hát ennek akkor ezek szerint hagyománya van. Igen, hát mivel hogy a tavalyi évben ez a gyerekrészleg ugye gyönyörű lett, tehát azóta rendszeresen használnak bennünket, és hát igazából tényleg, ahogy mondtam, a tematikát mindig előre leegyeztetjük, és ahhoz igazítjuk a foglalkozást. Hallottunk már foglalkozásokról és programokról. Ennek az, hogy a tervekre vonatkozóan mit tud nekünk elárulni? Hát most tulajdonképpen nem tudom, hogy lehet-e beszélni egy pályázatról, vagy hát nem. Csak dióhéjban. Inkább megnyertünk egy EFOP-os pályázatot, és annak kapcsán szintén a gyerekek felé fogunk fordulni. Öt iskola, és ugye Mónika, öt iskola, és egy óvoda. És egy óvoda kapcsolódik ebbe a programba, és hát itt is különböző foglalkozásokat tartunk a gyerekek számára. Ez mind az ilyen könyvtárhoz, vagy az olvasáshoz kapcsolódik, vagy tematikus jellegű? Nem csak. Majd a Mónika részletesen elmondja. Igen, nem csak. Tehát azt jelenti, hogy ezekbe a közoktatási, illetve a nevelési intézménybe fejlesztő, felzárkóztató, illetve művészeti csoportokat viszünk ki, ott lévő pedagógusok segítségével. Azon kívül tematikus napokat állítottunk össze, ökonapot, a Magyar Irodalom napja, a Magyar Népzene napja. Itt három-három blokkban rendezvényeket fogunk kivinni a helyszínekre, illetve kulturális, tehát könyvtári órákat pedig nálunk. De az, hogy öt iskola és egy óvoda, jól emlékszem. Igen. Akkor ez egy nagyon nagy pályázat. Nagy projekt. Igen. Másfél évig fog tartani. Igen. Szeptemberben kezdődik. Tehát 2018 szeptemberében indul, és 2020 februárjában fog zárulni. Akkor sikerült betáblázni az elkövetkező időszakot, mondhatjuk ezt, ugye? Igen.
Így van. Hogyha esetleg valaki most néz minket és érdeklődne ezekről a programokról, úgy egyáltalában a könyvtárról, van-e internetes oldal, ahol utána tudnak nézni, hol tudnak tájékozódni az olvasók vagy az érdeklődők? Természetesen az Aranybulla Könyvtár Alapítványnak van egy honlapja, amit rendszeresen frissítünk, és a kedves kolléganőnk Jóvoltából pedig a Facebook oldalunk is rendszeresen frissül, úgyhogy érdemes figyelni ezeket az oldalakat, mert ott mindent megtalálnak. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és sok sikert kívánok az elkövetkező időszakhoz, és hát ehhez a, mondhatjuk azt, hogy húzós másfél évhez. Köszönjük szépen! Nézőiknek pedig felhívom a figyelmüket, hogy maradjanak velünk. Most egy kiállításra is ellátogatunk, ugyanis a Városkép kiállításban folyamatosan szerveznek programokat, előadásokat. Nemrégiben itt járt a stábunk, jön egy kis összeállítás. Balsa István volt a Városkép kiállítás vendége. Az állandó kiállítás mellett minden hónapban különböző előadásokkal várják az érdeklődőket. Ezúttal Balsa István egykori tanácselnökkel beszélgettek, többek között arról, hogy hogyan lett erdészmérnökből tanácselnök, majd polgármester. Kiállításunkat 1988-al zárjuk le, azzal az évvel, amikor már Balsa István volt a tanácselnök Székesfehérváron, és az ő tanácselnöki időszaka alatt voltak az országos jelentőségi Szent István ünnepek Székesfehérváron, amikről megemlékezünk a kiállításban, de természetesen nem tudtunk olyan mélységig megemlékezni ezekről az ünnepségekről és Balsai István tanácselnöki tevékenységéről, mint hogy szerettük volna. Így jobbnak láttuk, hogyha meghívjuk és személyesen meséli el az élményeit. Elsősorban arról szeretnénk kérdezni, hogy egy erdőmérnökből, közlekedési mérnökből, hogy lesz valaki tanácselnök helyettes, aztán majd tanácselnök, hogy volt erre lehetősége párton kívüliként, milyen feladatok várták így a rendszerváltás, hát mondjuk kapujában, előszeleként, milyen dolgok voltak, amik a legfontosabb elintézendők voltak egy tanácselnöknek, és természetesen rá fogunk térni majd a rendszerváltoztatás időszakára is. Balsa István a meghívást megtisztelőnek érezte. Mint mondja, sok neves embert ismerhetett meg akkoriban, amikor tanácselnök lett. Én ismertem sokakat, hozzátartozókat elsősorban Csitári családból, de a zavaros család gyermekeit is ismertem, és sokat beszéltek nekem régi történeteket, és évfolyam társam volt az egyetemen Ecsedi Tamás, aki a Harnanek család mondjuk unokája, és szép gyűjteménye van. Tilinger Pista bácsival pedig sok személyes találkozásom volt. Az egyik csábító közé tartozott, aki azt mondta, hogy gyere ide tanácselnök helyettesnek, és jó dolgod lesz. Ő 17 évig volt a városnál. Az egy más időszak volt, Székesfehérvárnak egy más időszaka. Ugyanakkor egy csodálatos dolog volt belecsöppenni egy teljesen új világba, és talán némi kísérlet után formálni is azt. Várakozás volt, emlékszem vissza, 84-85, mindig olyan volt, hogy vártuk, hogy két év múlva minden jó lesz és más lesz. És aztán így bandukoltunk egész 86-87 irányába, amikor meg már hallottuk nem csak a csatazajt távolról, Szovjetunió átalakulása, szétesése, hanem itt Fehérváron is. 88. március 15-e, emlékszem, hogy a március 15-i 5000 fős fáklyás összejövetel a főtéren, a Kossuth idézeteket mondtam Halmos tanár segítségével, a tehetetlen kormányról, amikor máshol üldözték, vagy kergették legalábbis a demokratikus ellenzéket. Székesfehérvár egykori polgármestere beszélt arról is, hogyan élte meg az 1988-as ünnepségeket, melyek voltak azok a jelentős fejlesztések, amelyek már akkor meghatározták a mai városképét. 88. augusztusi ünnepség sorozat az megalapozta a Szent István kultusznak, a Székesfehérvári Szent István kultusznak a hagyományai, történelmi zászlókkal, háború után először Tegezve megszólítani a királyt. Szép. De a város átalakulását is átélhettem, hiszen hirtelen szakadt rá a városra az átalakulás. Lélektanilag fel sem készült senki. A szocialista nagyipar 4 nagy fejlesztése közül 3 Fehérváron
valósult meg, Köfé Ikarusz Videoton. Beindultak olyan programok, amik a nyugati technológiát akarták megszerezni, nyíltan vagy rejtve. És érezhető volt, hogy velünk már úgymond nem foglalkozott olyan határozottan, mint hogy nekem meséltek arról, hogy párbizottság ebben meg ebben milyen beszámolási kötelezettség és itt van. Én véletlenül kerültem a városhoz, nagyon jó dolgom volt a közúti igazgatóságnál, megértem azokat, akiket most összevonnak, felnégyelnek és szétdarabolnak, mert minket Veszprém egyéhez csatoltak, és ezért jöttem el. És jelentkeztem tanácstagnak, engem megválasztottak, több kiszemeltet erre a posztra, akik a párt tagjai voltak, azokat nem. Ez volt a véletlen. A többi utána már gyakorlatilag egy új világnak a felfedezése és egy fiatal csapatnak az építése. Nagyon szép időszak volt. Balsa István beszélt arról is, hogyan választották polgármesterré. Milyen volt az akkori Fehérvár? Én sportoló voltam, meg talán vagyok, és egy kosárlabda irányítónak egész más a szemléletmódja, a térlátása a dolgokra. És igyekeztem a többszínűség egységét megteremteni, ahogy később fogalmaztam. És a másik alaptézis pedig mondhatnám nagyképűen, hogy a célraorientáltságot megteremtettem magamban, a városnál, és hát a munkáknál. És a harmadik nagyon lényeges tétel volt, ami Fehérváron is, de Fehérváron alapvető változásokat eredményezett, hogy individuum lett a város, egyéniség. És arra törekedtem, hogy ezt a lokálpatriotizmust sokan másokkal együtt megteremtsük, újra teremtsük. Merjük szeretni Székesfehérvárt, majd mindenki nevet ezen. Akkor ez egy szlogen volt, és utol akartuk érni először Dunajvárost, majd önmagunkat. Uszoda itt is legyen. Itt is induljanak be azok az egyetemi képzési előkészületek, ami más városban megvan. Csupa olyan vágyakozás, ami Fehérvárnak a régi rangját, az egyenlő, első az egyenlők között, a primus inter pares, és ezeket leírtuk. Aztán akkor nevelődtünk igazán meg, amikor az összeomlás szélére jutott a magyar gazdaság, a Szovjetunió szétesett, KGST-be már nem tudott fizetni azokat a termékekért. És akkor, de ez már 90, amikor megalakult a demokratikus választásokat követően az új kormány, köztársasági elnök úr sokat járt itt, és személyes jó kapcsolat is volt Antal miniszterelnök úrral. És nekem személy szerint szerencsém is volt, hiszen a pártok, ha némi hezitálás, meg néhány ma már gyakorlatilag langyos piszkálódásnak vehető hezitálás után engem választottak meg, akkor úgy választották a polgármestert, de előtte szép dolgokat megcsináltunk, és emlékszem a Baranyi Pálra, aki a Városi Televíziónak az egyik alapítója volt, Fehér megyei Hilla főszerkesztőjére, hogy ő már engem polgármesternek nevezett, viccből. De nagyon szép volt az uszoda létrehozás a téglajegyekből, első kötvénykiadás. Nagyon jó dolog volt az, hogy befogadtunk olyan műveket, gondolok itt a Deák gyűjteményre, amelyet korábban a város elengedett érdeklődés hiányában. Vállaltuk a fegyelmét is, hogy nem lakás célra szolgáló helységet átalakítottunk. És nagyon sok szép dolgot megcsináltunk, még a kvázi rendszerváltás, vagy az önkormányzati törvény kialakítás előtt, és abban is szerencsém volt, hogy részese lehettem az önkormányzati törvény kialakításának, hiszen 88-ban már egy megyei várost csináltunk. Arra törekedtek, hogy a törvény legyen fölöttük, rengeteg hatáskört alkottak. Olyan terveket készítettünk, amelyek megvalósíthatók. A tanácsi időszakban elkészíteni a város általános rendezési tervét, az egy jó dolog volt keresztül verni. És akkor már tudtuk, beszélgetve nagy emberekkel, hogy a belterületbe vonható földterületek, amelyek nem beépítettek, azok a önkormányzat tulajdonában mennek majd át. Végig szemléltük a privatizáció, az előprivatizáció lépéseit, és hát aggódva láttuk azt, hogy itt nagyon sokan rosszul fognak járni.
de nem tudtunk ezen változtatni, hiszen ez egy világtendencia volt, egy európai tendencia. Minden esetre felkészültünk. Amikor az önkormányzat pedig megalakult, akkor pedig hatalmas léptekkel tulajdonképpen kinyitottuk Fehérvárat a világra. Versenyben voltunk, 32 ezer embernek, egész családoknak kellett munkahelyet teremteni. Szép, hősies, sok hibával tarkított, de egy nyílt szívű időszak volt az. Egy hónap múlva Mózesi Gergely lesz a vendég, a téma pedig a Szent Istváni örökség lesz. A Városkép kiállítás június 17-ig látogatható a Szent István Király Múzeum országzászló téri épületében. Kedves nézőink, ez volt már a Paletta Kulturális Magazin. Megköszönöm, hogy velünk tartottak, tegyenek így egy hét múlva is. Viszontlátásra!